Mondhatni, folyamatos fejlesztések zajlanak a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre Technikum és Kollégiumban. Ugyanis a Tolna megyei szakképzési centrum 270,1 millió forintos vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert arra, hogy csatlakozó partnereivel ágazati képzőközpontot hozzon létre a specializált gép és járműgyártás területén. A projekt lényeges eleme az Ady Endre Technikum és Kollégium gépjármű diagnosztikai tanműhelyének megújulása. Ez az ágazati képzőközpont ennek az ágazatnak a képzési szakmai színvonalát szeretné a lehető legmodernebb körülmények között segíteni megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy duális képzőhelyként jelenik meg majd a képzési palettában az ágazati képzőközpont, és minden olyan szakma, ami a specializált gép és járműgyártáson belül megjelenik, és az iskolánkban oktatásra kerül, tehát a karosszélakatos, a járműfényező, a gépjármű mechatronikai technikus, vagy a gépjármű mechatronikus, mindegyik képzési részben ez meg fog jelenni vagy a partnereknél, vagy pedig az iskolában megvalósuló központi műhelynél. Az iskolai műhelyt emelném ki elsősorban, hiszen a fejlesztés nagy részt erre koncentrálódik. Juhász Gábor azt mondja, a több mint 270 millió forintos pályázati forrás lehetővé teszi, hogy a 140 négyzetméteres műhely elavult technikái megújulhassanak. Illetve olyan képzési részt kerüljön bevonásra, ami nagyon új a piacon, és igazándiból nem nagyon van jelen még a képzőhelyeken, ez pedig nem más, mint az alternatív járműhajtások területe, tehát a hibrid, a tisztán elektromos járművek, de természetesen a hagyományos benzines technológia is megjelenik a műhelyben, tehát olyan oktató gépjárművek, preparált gépjárművek kerülnek be a műhelybe, amelyek mind az elektromos, mind a hibrid és mind a benzines járműveknek a sajátságai, tanulmányozását és javítási lehetőségeit lehetővé teszik, illetve természetesen megújulnak az infrastruktúrás feltételek is, hiszen mind a gépészet, a villamos hálózat, illetve a nyílászárók is cserére kerülnek, amelyek még gyakorlatilag az építés időszakából valóak. Azt gondoljuk, hogy a képzést már a következő tanév folyamán segíteni fogja tudni ez a beruházás. Maga az építés és maga a beszerzés nyilván a projekt tevékenységeknek a sorrendjében következik. Én bízom abban, hogy a második fél évben már itt képzési tevékenység folyhat.